Szevasztok srácok, Zomolyk üdvözlök mindenkit, és amint itt láttok, az APX Void-nak a rettenetes Murloc Mage-e. Hogy mi az, amit csinálni fogunk ezzel a deckkel? Nyilván szeretnénk snowballozni, és ugye erre elég jók a Murlocjaink, és hát önmagában így a Murloc Package, tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy mondjuk kezdhetünk mana Wurmmel, és akkor utána azt folytathatjuk mondjuk a Book of Spectres-el, vagy ugye a Primoglyph-fel. Vagy megcsinálhatjuk azt, hogy ha nem mage-el lejátszunk, akkor egy jó Grimmscale, és akkor utána így jöhetnek rá a dolgok, vagy egyébként a Tidecaller az egyik legjobb kezdés szerintem, tehát önmagában a Tidecaller-re jó kezdeni, és akkor utána nyilván Rockpool, Coldlight Seer, és utána már mennek a dolgok így a maguk útján. Tehát elvileg a Dualmaster helyett azt írta a APX Void, hogy lehet játszani még egy Amalgamot, hogyha esetleg az jobb, de igazából ő amúgy is csak a mémek miatt van meg. Egyébként valódi érték akkor van benne, hogyha kint van a Tidecaller, mert ugye a Tidecaller az folyamatosan izgul a megidézett egy-egyesekre is. Más értéke nem feltétlenül van, sőt Hunter ellen mondjuk kimondott a hátrányos lehet, hogyha ha mondjuk letál, közeli helyzet van, húzzunk, és akkor ő meg így, nem tudom, Unleash the Hounds-zal így pont úgy van letálja például, úgyhogy amit hoz a Raven, elveszítheti a Vámon a Dualmaster Dorian, de egyébként tudna jó lenni elméletileg, szóval a Dualmaster egyébként nem egy rossz lap. Sem a tudása, sem a statjai egyébként ezért. Na, nézzük, hogy történik ez a dolog a létre közelében. Nem így terveztem, de most egy baráti meccs. Az Alunetet itt megtartom. El lehet azonnak gondolkodni, hogy Book of Spectres-t akarom-e. De... Annak az érdekében, hogy legyen egy droppom. Most egyébként így nem lesz el szükségem. És így ezzel rögtön 3-at tudok ütni, azért az mekkora dolog. Jó. Mondjuk én ebben a helyzetben lehet, hogy valami lénnyel kezdtem volna, nem tracking-el. Amúgy. De csomó egy dropja van, és azokból még el is dobálgat. Nem biztos, hogy ez a legjobb taktika, amúgy. Jó, hát akkor itt egy 3-assal megyünk arcra. Nem megyünk el arcra 3-mal. Szomorú. Mondjuk a Rockpult a következő körben. Vagy... az a baj, hogyha van még egy bórja, akkor az büntet. Ha ezt kiraktam volna, akkor nem büntetett volna. Viszont elhasználtam volna a coint, amit még nem akarok. Jó, és akkor ez most lehet Rockpool. Ó, és így optimális lesz a curve is. Hát így nagyon csodálatos. És a veszedelmes Murloc Mage már le is csap. És akkor itt még nagyon jó lehet ez, és egyébként a Spectres, vagy mondjuk nem tudom. Wow, na Kelezett úrunk is megérkezett, de hát szerintem ő már ezt a meccset nem fogja. Nem fog ezzel kapcsolatban semmi értelmeset hozni. Na, megcsináljuk ezt. És... menjünk arcra amúgy. Túl sok ez a dam ahhoz, hogy ne menjünk el arca, viszont meg kéne védeni a kis hurkákat, úgyhogy ez megtörténik. A veszedelmes Murloc Mage. Le lehetett volna csapni egyébként, hogyha lenne a kezembe egy Fireball, amivel tudok kvázi finishelni, akkor meg lehetett volna csinálni azt, hogy ezt így arcra küldjük, és akkor 9-ben van, és lesz annyi a bordon, hogy megoldjuk, mert így valószínű, hogy jó. Az lehet állni is. De az se oldja meg egyébként a nagy problémát, szerintem. Mert ezzel le tudsz szedni, hát 2-t. 3-at, nem, 2-t. Igen. De 3-at szedni. Hát én nem a charge-ot szedtem volna, mert ez most sokat nem csinál, boardon van már. Jó. És akkor ezt szerintem még itt így megoldjuk. És a Gentle meg a Saur következő körre elég jó lesz. És ez is. Úgyhogy gyakorlatilag meg vagyunk. Csak most alunetezünk? De nyilván nem alunetezünk. Igen. Ha
van még, de ugye ha lett volna egy Unleash, akkor kijátszotta volna, és így szerintem ebbe kb. Meg is halt most. Most ez ugye bármilyen spellre jó, de egyébként nem az a veszélyes, hanem az, igen. De szerintem ez tök mindegy, ha megkapjuk hát szinte bármit, ez lehet Wind Fury, lehet a plusz 3 atak, az 1 plusz 1, az pont nem, de a Wind Fury az ott van. Ott az Wind Fury van. Nem? De. A megállíthatatlan Murloc Mage, srácok! Hát hihetetlen. És köszönöm szépen, hogy ez volt. Ha már így alakult, akkor nézzük már meg létrán. Hajaj. Na, a barátunk lesz olyan... De nyilván nem Quest Hunterrel fog játszani. A Seer-t így nem kérem, viszont az első kettő, ez túl jó indítás ahhoz, hogy ő azt higgye, hogy valami tök mások vagyunk, azt mondtam, hogy jönnek a békák, és a békák előadják azt, amit elő kell. Keres Flanking Strike-ot? Vagy Hunter's Mark-ot? Na, ott az első béka. Csak sajnos egyedül, úgyhogy egyelőre nem játsszuk ki. A Book of Spectres az pont jó, amúgy. Na hát. Akkor mehet is. Ó. És semmit nem égettem, tehát rengeteg lény van a deckben. Coin flanking. Ó, hát egy bow. Hát ez a bow az oda került. Jó, megcsináljuk-e azt, hogy ez, meg ez. Hülye voltam. Csináljuk így. Ennyit csak nem fog megölni. És ha most kirak egy secretet, akkor nyilván tudjuk, hogy miről van szó. A 4-2-t le kell venni arccal. És igen. Most egyébként rámehetnénk a Megaszaurral is, de ugye ez fix. Ez fixen annyi, amennyi. Ez lehet freezing. És akkor ez köv-körlet áll szinte bárhogy. Jó, nem szinte bárhogy, hogyha van még egy explója, akkor lehet, hogy nem. De azért függ a Gentle Megaszaurtól. És szerintem itt a Megaszaurt kell tolni, tehát másnak nincs értelme. Oké, okay. Üt egyet az egy-egybe egyébként, annak azért van értelme. De így is úgy is meghal szerintem. Van egy freezingje, akkor talán nem. De nyilván akkor a kisebbel fogunk ütni, és a másik kettő ugyanúgy ott lesz. A plusz egy damage az még nem letál. Fixen. De ugye a Wind Fury is, a három atak is. Ugye nem fér ki mellé a ping. Most lehet a Spectres-el, de szerintem ezt nem akarom. Tehát letált kell keresni meg a Saurból. De a barátunk kilépett, úgyhogy igazából az teljesen mindegy. Mert ha ott az előbb tudott volna clear-elni, akkor nyilván játszott volna tovább. Még egy 14 HP-ről is, de így nem fog. Most ha van egy flankingje, meg üte egyet, akkor kettő maradt kint. Flanking ide, ütés ide. És ezzel a kettővel már nincs letálom, de nincs nála, különben játszanak. Úgyhogy akkor most Gentle meg a Saurral be kell húzni, vagy azt mondjuk, ez fix letál? Ez fix letál szerintem. Most nem is picit. Erre nem is számoltam, amúgy. No fele. Rámehetek-e arra, hogy az ellenfelünknél nincs ott a fegyver? Mert első körben, ha ez kint van, rárakjuk, és akkor utána tudunk snowballozni.
Körülbelül. De ugye senki nem játszik körülbelül a Gionnak a Hybrid Hunterével. Reménykedünk, hogy nincs nála a fegyver. Nála van a fegyver, akkor bajba vagyunk, akkor muszáj lesz a Glyphet játszani. Arcane sátja ugye még lehet, azzal játszik a legtöbb Spell Hunter, illetve hát egy részük. Ez túl hamar kiderült ugye, hogy mit csinálunk. Book of Spectres szerintem itt jobb, mint a másik. Sokkal több lehetőséget ad a következő körre. Yeah. És így meg lehet tolni ezt a kört, aztán utána a szírt következőben, és akkor így körben vagyunk végig. Jó. De nem sietünk igazából, és egy fireball is ott van. Azt hanem... Ja, ez így jó. És így most tök mindegy, ha explode rakott ki, az nem érdekes. És szerintem a szírt azt muszáj kirakni, és utána rockpullal ütni. Abból hiába szed KC-t, ugye nem tudja leszedni. Az a baj egyébként, hogy Wandering Monster ellen jobb lenne a 3-3, viszont hogyha az freezing, akkor az büntet. A Book of Spectre az nagyon jó lenne, de szerintem én most erre megyek rá. És akkor nézzük, hogy... Az egy freezing, és akkor ez meg lehetne explode. Flankingre ez rossz, mert ugye akkor meghal a 4-5-ös. Flanking plusz az a csodás Red Catcher, vagyis hát a patkány elkapkodó, de Hunter's Markra is jó, igen. És ott a flanking. Jó. Ez egyébként mindig jó, hogyha egy Hunter védekezik. Megadom neki ez egy plusz egyet, az a jobb, vagy azt mondom, hogy ez most Fireball, és... De csináljuk ezt. Tehát, hogy boardon kell lennem. Jó, lesz egy ilyen 4-3-at, de akkor semmi nem történik. Tehát, hogy... Az a baj ugye, hogy mindjárt jön a farkas falka, és akkor azzal nem fogunk tudni nagyon versenyezni. Ja. Jó, akkor a Glyphből ki kell szedni valami Blizzardot, vagy ilyesmit, különben baj van. Hát egyik sem az. Kivettem a Pyrót, de sokat amúgy nem csinál. Tehát az a baj, hogy addig meg fogok halni. Tehát ez 8 mana, mondjuk azt mondjuk 2 kör. Meh. Csináljuk meg ezt. Nem harcolunk a boardért, mert nem tudunk nyerni a boardon. Viszont, hogyha 10-et eltolunk arcra, akkor majdnem megvagyunk. Hát ebből egy még fixen arcra mehet, most, hogy neki trédelnie kell, az szerintem tök jó. És nála van a másik is. De trédelj csak, azaz. Jó, ezzel úgyse tudunk egyébként elmenni arcra szerintem, bár, na számoljunk egy kicsit. Ugye ez együtt 9. De egyébként most miért ne csinálnánk ezt meg? És megpróbáljuk az arcot. Nyilván sosem szerencsés. Ezt kirakjuk, hogy azért valami mégis. Jó. Kapott egy lényt, csodálatos. Hát és majdnem nyertünk. Mondjuk az a baj, hogy az pont még 3 kör. Mert ezt el kell tolni. Az előző körben befért volna a ping, az annyira jó lett volna, akkor a 9. körben fixen meghalunk. Így meg nem fogunk még 2 kör túlélni. És hát mondjuk... Ebből jó, következő körben ebben meg fogunk egy Blue Guild húzni. Ja, 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 sajnos. Itt sajnos, wow. Mert ugye ez 12, 13, 14.
Nem tudok olyan csillagállást, hogy ez így meglegyen. Poisonous, de hogy megöljük az egyiket? Az a baj, hogy ugye a Hero Power-ével is simán megvan, tehát hogy ez nem csinál sokat. Ugye ez 6, ez 8, ez 10. Ha azzal esetleg el tudunk menni arcra, akkor még meg lehet a damage, de egyébként ő innét szerintem ezt le fogja trédelni. Ha még letrédeli, akkor nem tudom, a második blue gearben bízhatunk majd a 9. körben. De akkor nem lehet nála se KC, se semmi. Ugye egy arcanshotot elhasznált. Trédel, az nekem jó. Kár, hogy nincs egy manás, amivel tudtam volna arcra menni. Ja, ez így kár. Ez így elég nagy kár. Pedig olyan szép lett volna. Ja, ha ott az előbb nem trédelek, akkor az neki nyilván megvan. Abban meg nem akartam bízni, hogy hát, ha elszem olyan letált, mondjuk rá lehetett volna menni, de... Hát 11 volt Bordon, meg a Hero Power az exactly a... Azt szerintem senki nem számolja el, de... Erre rá kellett menni, hogy nincs nála a másik. Tehát nem lett volna szabad nála lenni a másik Spellstone-nak. Megtarthatom az alunetet. Nem lényeket akarok ebben a meccsebben szerintem. A Book of Spectres az egyébként jó. De Paladin ellen valószínű, hogy valószínű a boardot kell tartanom és boardról kell nyernem. És főleg így. A Tidecaller az egyébként tök jó. Valószínű, hogy a... Igen, ha nem lenne első kör, az annyira jó lenne. De simán kiraknám a Coin Tidehunter-t. De nyilván van neki, nyilvánvalóan. Nem baj, trédelje, csak hülye gyerek. És ha a Tidehunter-t esetleg nem ölni meg, akkor rámegyünk a Rockpool-lal. A 2-1-re nyilván, de hogy ez trade lesz neki, mert miért ne trédelne, ugye? Simán kirakom a Rockpool-t. Ja. Semmi nem jobb. Meg most annál, hogy egyet pingeljek, annál kb. Minden jobb. Most annak adok 2 HP-t, vagy az amalgam, de akkor inkább az amalgam, és akkor utána vannak lehetőségek. Wow, Divine Shield. De srác mindent behúz az a helyzet. És ez lehetett volna egy Frostbolt, de azzal semmit nem csinálok, hogy sebzek 3-at az arcán. Jó, hát... Megold mindent. Jó, és most meg tudom csinálni ezt. Ez egyébként, és azért is... Ugye most legalább nincs fegyvere, de legalább ezt is le tudja trédeni. Ugye ez ingyen tréd neki kb. Mindenhogy. És csak szaladok a board után. És ez... kivette a Tarimot a Stone Hill-val? Még akár az is lehet. Igen, abban belüti az egyik 2-1-et, igen. Nehéz művelet volt. Blue Gill mint olyan az jó. Az ugye 3-at üt. Tudok egyet frostboltozni oda. De azt akarom egyébként. Vagy azt mondom, hogy ez elmegy oda. Ez kevésbé büntet. És full trade-elünk sajnos. Az a baj, hogyha Tarim jön, akkor így is úgyis mindegy, mert hogy nagyon, hát nem lett volna nagyon közel a letálhoz, de akkor azért mégiscsak ezek négyesek lennének. És Fungal Hunter, akkor nem Tarimot vett ki.
De tök mindegy, mert ilyen boardot nem szeretek le sehogy. Ha csak most nem jön a Primo, hát az Arugál az nagyon jó, csak meg fogunk addig halni. Igen, ez elég jó amúgy. Na hát az Arugál ereje kb. Ez elég durván odarakta magát, de tök mindegy, mert egyébként meghaltunk. Most eljön minden el arcra, és akkor így hello. Jó, még nem pont, mert hogy ez 6, ez 8, ez 10, tehát hogy még élünk valamennyiben, de csak látszólag mutta levelep, és így hello. De egyébként az Arugát kell leszedni főnök. Az Arugál a fő target, mert ezek semmit nem csinálnak, a tauntokat nem tudnak átvenni. Mondjuk nem hiszem, hogy ez most bölcs volt tőle. Letált misszelt. Tehát, hogy az ott egy ötös volt, oké, okay. Az egy hármas, kettő, nem volt letálja. Nem volt letálja, de nem sokan múlott. Tauntokat, ha kapok, akkor semmit nem csinálok igazán van. Ja, remek mérkőzés volt. Egyébként ha felhúztam volna első körben a manövőrmet, akkor az egy csomó munkát elvégzett volna, de így meg végig rohantam az asztal után, és így esélyem nem volt. Na. Shaman barátunkat engedjük be. Engedjük be. Én nem tudtam semmit veszteni, meg hadd örüljön az ingyen csillagnak. Rank floorra felmászáskor mindig jó. Bárki bármit mond. Hoho, és egy lock. Let the games begin. Erősen kell kezdenem, és szeretnék egy droppot. Hát sosem egy drop, viszont a... Ha ő nem control, illetve ha ő even lock, akkor ugye nem játszik Mortal Coil-lal, tehát akkor kezdhetek a Bluegill-lel. De hát az, úgyhogy akkor ez Coin Bluegill lesz valószínű. És akkor Rockpull-lal megy a következő, és akkor utána így király vagyok. Az egyetlen gond, hogy második körben ez lehet a Vurgál Homunculus, azt meg nem fogjuk tudni leszedni így ezzel a kettővel. És ez pedig problémás, de reméljük, hogy nem lesz homunculus. Mert ha homunculus, akkor az sajnálatos. De ha rockpult raktam volna ki, és másik körbe ráraknám a másik rockpult, az se jó, mert oké, okay, HP-ra megvan, de azt se trade-el jól vele. Nincs homunculusod. Nincs homunculus. De... Az egyetlen dolog, ami ebben a helyzetben nekem nagyon szar volt, az a homunculus, és természetesen hát miért nem lett volna nála, ugye? Viszont akkor nem adjuk meg neki az ingyen trédet. Ha fennhagyom, az defy-ra mennyire lett volna rossz? Hát nem tudom. Jó, bogár. Bogár meg az ő kis élete. Mi van, hogyha ezt csináljuk? Fejre sehogy se jó egyébként. Defy-ra nagyon rossz, és ott is van nála a Defy természetesen. Jó, oh, Hellfire. Nem boardra akarok nyerni. Túl sok lapot játszott ahhoz, hogy óriása legyen, úgyhogy az most valószínűleg nem történik meg. Jó, hát ez meg egy egyszerű fireball. Mert nem akarok arra rámenni, hogy... És mivel, ha nem kapom meg ebbe a poisonous-t, plusz a poisonous nekem nem jó következő körben. Most lehet így sima meg a Saur. Nyilván bazd meg. Uh...
Mennyi esélye van fogyasztásra? Nem sok, és utána... nézzük meg azért. Azért az ott van. Divine Shield, és az ott van. Az a baj, hogyha rárakja a tauntot, az még mindig rossz. Még mindig elég rossz. Twilight Drake taunt. Na, ez a Spellstone-nal visszagyógyul, mint a fene. Ja. Mert ugye nyilván kezdőkézben kell a homunculus. Még a Spellstone előtt ezt úgy hívták volna, hogy letál, de így megint de konkrétan megkaptuk az esélytelen a csapot. Mert még egyébként Cube ellen talán jók lettünk volna. Jó az, de ha Shin hiába trader, az Defy-ra nem jó. Hellfire kettő leszed, igen. Nincs másik Spellstone. Drake-ja van, basszus. Jó. Jó. Nagyon jó. Hát ez sajnos ment a lecsóba. Na nézzük. Le akarjuk szedni a Drake-et? Akarja a fene. Pedig egyébként az a Primoglyph az nagyon jó lett volna most. Defy-ra ugye a teljes bort hal. De dupla Hellfire nála volt. Ne legyen már az, hogy nála van a Spellstone is, a Hellfire-ök is, ami... de... Checkmate. Well done. De miért van náluk mindig minden? Most komolyan. Tehát én a szarokat húzom, a legjobb lapomat eldiszkárdolom, ő meg így behúzott mindent. És ott volt nála második körre. A Vulgar Homunculus, ott volt nála a Doomsayer, ami egyébként tök hülyeség, mert ha én most Secret Mage vagyok, akkor a Vulgar Homunculus-szal meg a Doomsayer a világon semmit nem ért volna el. Spectre-t tartom? Hát mondjuk egy semmilyen harmadik körnél jobb, és ezt én meg nem mulliganelem el. És nem így van. Ez azt jelenti, hogy lehet nála ugye Mortal Coil. Reméljük nincs. Jó, Coin Defy csak nem játszik. Egy lényre. Mondjuk lehet, hogy megéri amúgy a túloldalról, ha feltételezem, hogy roppul van nálam. Jó, a glyphet megtartjuk, legalább azt sem dobtuk el. Így most kell a librarian neki, és úgy a defile, az, ami még mindig egy valós lehetőség. Most megcsinom azt, hogy ez most Spectres, és hogy eldobok bármit. Belecsapom, az ugyanúgy defile-ra rossz. A Defy-t sohogy sem tudom körbejátszani szerintem. Úgyhogy megkecsem ezt. És így még mindig Librarian kell neki. A Dorian egyébként így nem jó, az a Tide Collar-ra jó egyedül. Csináltok egy nagyon undorító play-t amúgy. Megcsináltam azt, hogy ezt belecsapom, de egyébként megcsináltam ezt is. És én megcsinom inkább ezt. Ez jobban tetszik. Hát... Geyser. Most tudok jobbat? Nem tudok jobbat, és akkor... nem húzzuk az arcára.
Mert a másik play az az lett volna, hogy a 4-2-t csapom bele, és, ping, és lepingelem. És így most jó lesz a kill defile. Wow. Na és mennyire jó volt, hogy az nem lett lepingelve. Nem tudom, ezt nem használtam el. Biztos, hogy ez így a jobb? Hát most tudok jobbat. Éppen nem. Ugye ez már semmit nem csinál, úgyhogy ezt megcsinálhatom. Csináljuk már meg így. Két HP-s lényeim vannak így is, úgy is, tehát hogy az megy. Az egy-egyet belőtni szerintem jó volt, meg a Blue Guilt is. És akkor inkább ezek maradtak sértetlenül. Szerintem így jobb volt. Wow. Az amuletet felcsaphatom? Hát basszus, nem tudom. Mindenképpen pingelni akarok, tehát azt tudom. Az olyan, hogy mindenképpen lesz egy HP-s lényem, az is szinte biztos. A Doriant kirakom, akkor nem. De... Na jó, rakjuk ki a Doriant. Egyébként rossz volt a sorrendzó. Elrontottad a szar. Jó, ezzel kellett volna ütni, de igazából tök mindegy, mert a, ez amúgy is fennmaradt volna. Na nézzük, hogyha egy HP-s lényt csinál, akkor van nála defile. Wow. Hát akkor játsszuk el ezt. De... Ez mennyire kellett szerencsétlennek lenni mostos, komolyan. És így is úgy is meg fog halni mind a kettő, mert hogy defile, de... Counterspell az defile ellen ugye elég jó. De hogy pont a letálisomat azért az veszélyeztette, hogy ott a, az a bizonyos... Milyen érdekes... Na jó, nem, egyébként hetedik körre azért csak fel lehet húzni a Void Lordot. Nem utogass, rászoksz a lopásra. Igen, és ez a baj, hogy csé, és ott a defile. És mindegy nyert. Nice. Egyébként lehet, hogy ezt el lehetett volna pingelni arccal, de... Az a rugál, de tök mindegy, mert így... Ennek itt vége. A Primoglyphemből, hogyha azt nem dobja el a csoda, akkor még lehetett volna szerezni, mit tudom, egy 80-as piroblasztot, és akkor lehetett volna pingelni az arcát, és akkor nagyon jók lettünk volna. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a twisting ez jó, kivéve akkor, hogyha neki most ott van a kezdve a Gul'dan, és egyébként én arra gondolok, hogy itt most ott van a Gul'dan nála. Hogy használom a legjobban a manámat? Ez 2. Ez... Ezt használhatjuk így, és hát ez még rá. Ja. Ez még egy szép nagy hadsereg. És Gul'danig még van két köre. Wow. Nekem meg 9 napom összesen. Jó. Az mondjuk kellemetlen, nagyon. És akkor onnét Gul'dan jön. És azon meg már nem megyünk át. Ekkora hadsereget gyűjtött össze, te jó ég. Most... Van-e bármi értelme itt bármit csinálni? Tehát, hogy kirakhatjuk még ezt. De nem tudunk ennyit trédelni. Ja.
Ha bármennyit arca tudtam volna menni, akkor lett volna értelme. De így nincs. És az a baj, hogy túl fogom húzni magam, mint az állat. Tele lesz a kezem. Ezt kirakjuk. Meg ezt is. De tök mindegy, mert innét fel lehet adni amúgy. Mert ha ez a Gentle Megaszaurt az előbb felhúztam volna, és abban szedtünk volna egy Wind Fury-t, akkor lett volna bárminek értelme. Most fölmegy 16-ba ugye. És lesz egy csomó Void Lordja. Void Walker-e meg mindene, amit el tudunk képzelni. És azokon meg úgyse fogunk tudni ugye átmenni. És gyógyul minden körben, ugye ez egy 9-es. És a másik Fireballunk megugrott, úgyhogy annak tök mindegy. Az Arugát meg ha kirakom, ez sokat nem csinál sajnos. Ez a legnagyobb baj. Kirakjuk így, meg az Amalgamot. Rárakjuk ezt. Rárakhatjuk ezt. Tök mindegy igazából. Ezt tudjuk már el arca, csak így jelzésértékkel, de... Mi az, amit húzhatok, hogy még egy Frostball, de az sincs meg. Ugye a másik Fireballunk tudjuk, hogy nincs. Tehát, ha a másik Fireballom egyébként meg lenne, akkor most így majdnem lehetne letálom. Mert ugye ez a kettő az összesen 12-t sebez, mint ez az 15, de ugye 16-ban volt. Tehát az kéne még egy kör, viszont az sose lesz meg, mert ugye minden körbe harapni fog. És nem hagy fenn semmit nyilván. Nem játszik Silence-szel, de ő játszik ezzel a szarral, úgyhogy... Így is van. És hát nyilván mérgezőket tud csinálni, de tök mindegy, mert most elkezdünk fatigolni. És asztalról megöl. Jó, nem öl meg egyébként asztalról, de majdnem. A következő körben ugye 8-ba leszünk, annyit meg tud ütni. Ja. Na hát, a Murloc Mage-ezést egyébként ezek alapján így senkinek nem tudom jó szívvel ajánlani. Ilyen nagyon jónak tűnt, meg APX Void deckje, meg ő haladt vele létrán, hát mi meg nem. És az az érdekes, hogy olyan nekik ellen kaptunk ki, például az Even Lock ellen lehetett volna nyernünk, de nem tudom, hogy az ellen... Tehát, hogy... Jó, a Vulgán Homunculus az egy keep az Even Locknál, de az, hogy az összes leszedésnál legyen a felső 15 labból, teljesen nonsense volt. A Cube meg hát Cube, ismerjük. Na jó, srácok, ez lett volna a csodálatos... Murloc Mage, az egyiknél 2 offra voltunk a letáltól, egyébként itt a másiknál is, szerencsétlenek voltak a diszkárdjaink, meg az ellenfélünk ott volt minden, szóval egyébként ha a második Firebolt meg a Primoglyphet azt nem diszkárdoltuk volna el, akkor abból még lehetett volna letál, így bárhogy valami tricky little, de hát nem volt, úgyhogy szerencsétlen. Na jó van, sziasztok!